Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket a mai 225. energiapolitikai hétfő estét megkezdjük. Szeretettel köszöntöm nem csak a jelenlévőket, hanem azokat is, akik majd a honlapunk segítségével az interneten fogják meghallgatni az előadást. Itt azonban szeretnék egy nagyon fontos megjegyzést tenni, hogy azok, akik most nem tudnak jelen lenni, de majd az interneten néznek bennünket, vegyék fontolóra, hogyha van rá lehetőségük, jöjjenek el ide személyesen. Mert a személyes találkozásnak az élményét, azt a remélem szeretetet, amit itt egymás iránt nyilvánítunk, nem lehet átélni az interneten, csak személyesen lehet átélni. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor akármilyen ok miatt nem tudunk itt lenni, de biztatok mindenkit, hogy lehetőség szerint jöjjön el, hiszen a képről is lehet látni, hogy van még hely. Ez az egyik fontos dolog, amit szeretnék megüzenni, és már most mondom, amit a végén szoktam mondani, hogy ha szeretettel üdvözlöm a új megjelenteket, látok új arcokat is, ha úgy gondolják, hogy érdemes ide eljönni, akkor ne rejtsék ezt a véka alá, hanem mondják el másoknak is, hogy ők minél többen legyünk. De annak is nagyon örülök, akik megkésve, már időben megkésve, a honlapunkról hallgatják meg az előadásokat. Külön köszönöm mindazoknak, akik megtisztelnek a véleményükkel bennünket, és írnak nekem, igyekszem ezekre válaszolni. Nyugodtan meg lehet írni, ami nem tetszik, mert mindent lehet, semmiért nem sértődök meg, mert én nem ismerem ezt a kifejezést és ezt a fajta életérzést. De próbálok válaszolni, és ma is van egy kellemes példánk, egy úr engem, tudom, Lacinak hívják, már most annyit meg tudtam jegyezni, múltkor megkritizált bennünket, és hát valami helyreállított, és akkor én megválaszoltam neki, és hát elmondtam, hogy mi egy civil szervezet vagyunk, és hát nincsenek nagyszerű erőforrásaink, de ha eljönne közénk, és tudna valamit segíteni, azt szívesen vennénk. És ma az a csoda történt, hogy beállított oda a kis irodánkba, és mondta, hogy ő az, akivel itt beszélgetünk. Elnézést kért tőlem, mindjárt el is utasítottam, hogy én nem haragudtam meg. Viszont azonnal beosztottam kapusnak. De hát, ugye két úr állt ottan a bejáratnál, az egyik az alelnök úr, nem a legfiatalabb korosztályból, és volt egy fiatalabb, mert ő az új kapusunk. Ha álljál föl, itt vagy milyen? Na hát így élünk mi, így szeretgetjük egymást, és igyekszünk ebben a nagyon rossz irányba haladó világunkban őrizni a szeretetnek, az együttműködésnek a lehetőségét, és hát Isten kegyelméből ilyen nagyszerű élményekben van részünk. Akik ide járnak, azt már tudják, ugye szoktam volt mondani, hogy ha második hétfő, akkor ebből hétfő. Ez az a felhívás, amit most lehet olvasni, én csak röviden annyit mondok, hogy akinek megváltozik az elérhetősége, és tőlünk szokott kapni anyagokat, az, ha változás van nála, az jelentse be, mert többször kapok olyan levelet, hogy hát ő most
miért nem kapja, vagy hát azért, mert nincs meg a címe, úgyhogy... Az aktuális, igen, ez jó, aktuális cím. Tehát mindenki az aktuális cím. Na most, aki nincs itt, ugye, annak ezt nem tudom elmondani, de terjesszék ezt, hogy ez így jó. Na, akkor most egy jó hír, mert az első fél évi programunk teljesen összeállt. Hogy jobban lássam, most én ide leülök, és azt mondom, hogy tehát most ma a Kis Ádám professzor úr jött közénk. Mondhatnám, új előadói szerzemény. Egyszer voltam az ő előadásán a professzorok Batthyány körében, és akkor ott olyan okosakat mondott, mint amit itt is fog mondani, és akkor én persze ugye, aki nagyon szeretek ilyen helyeken felszólalni, mondtam valamit, és bemutatkoztam, és akkor azt mondja, hát én ismerlek téged, hát majdnem leültem, hogy hát honnét, hát hogy olvassa az írásaimat, stb. Na most hát ki is használtam a lehetőséget, mikor vége volt az előadásnak, azonnal fölkértem, hogy jöjjön el közénk. Elvállalta, itt van. Szeretettel köszöntünk, és nagyon örülök, hogy üdvözölhetlek itt. Na most a következő előadás márciusban a Gerencsér András professzor ábrándok bűvöletében a fenntartható fejlődésnek a korlátai. Már a cím is nagyon jó, az előadó is kitűnő. Aztán áprilisban Bogár László taptársunk és barátunk jön közénk, energiapolitikai háttérkép. Ugye a háttérkép szó az mindjárt mutatja, hogy kiről van szó, hiszen tudom, gondolom a teremben ülőknek a legnagyobb része az ilyen háttérképes dolgokat szokta hallgatni. Aztán aktuális kérdéssé vált a Paksi Atomerőmű további üzemidő hosszabbítása, erről a Cibula Mihály úr fog előadást tartani májusban, és júniusban pedig lesz a geotermikus energiahasznosításról egy előadás a Ribas László úrtól. Erről is sok cikk megjelenik, meg sok minden beszéd erről elhangzik. Érdemes egy kicsit mélyebben utána nézni a dolognak. Hát én remélem, hogy ez egy vonzó program. És továbbra is buzdítok mindenkit, akinek van ötlete, írja meg nekem, hogy miről kellene beszélni. És én ígérem, hogy nem biztos, hogy be fog kerülni a műsorba, mert összesen 10 alkalmunk van egy évben, és hát nagyon meg kell fontolnunk, hogy ezt mire használjuk. Azt azonban örömmel jelentem, hogy ugye nagyon neves és elfogadt előadóink önként, díjazás nélkül, szerződés kötés nélkül vállalják az előadásokat, és általában el is jönnek. Úgyhogy ugyan hazánkban kezd kihalni ez a régi jó szokás, vagy életgyakorlat, hogy az adott szó az kötelez, de úgy tűnik, hogy azért ez még egy bizonyos körben működik, és ápoljuk továbbra is. A említett több mint 200 előadás közül 2 alkalom volt összesen, amikor valaki helyettesítette magát. Ennyit a dicsekvésről, mostan egy kicsit, ja, megyünk tovább, igen. Na és akkor ott az asztalon vannak kitéve papírok, ezekről mondok néhány szót. Hát ott van a hírlevelünk, amit mindenkinek ajánlok. Remélem ez a mostani csöngő arról szól, hogy meghozták a forró drót újságot. Itt van, meghozták? Még nem. Remélem, mára ígérték. Jó. Akkor visszatérünk tehát a hírlevél. Ebben a hírlevélben
vannak azok az események, hivatkozások, amik a múltkori találkozásunk óta történtek. Aztán a következő anyagok vannak a klímaizmus, a globalizmus vallása című, a Kossuth Rádióban elhangzott interjúnak a írásos szerkesztett változata van az asztalon. Aztán a Vida Ákos úrnak a Magyar Nemzetben megjelent a globalisták rákapcsoltak az agymosásra című kitűnő írása olvasható. A Net Zero modern civilizáció végéhez vezet, ez a Vukic Ferencnek a jegyzete. Az atomenergia európai jövője, avagy kinek érdekét szolgálja az EU. A Toldi Otto társulatunk tagja, ez az ő vele készült interjúnak a szövege. Ugyancsak ő neki van egy írása, nem mondhatunk le a hazai szén és lignit hasznosításról, az is olvasható. Egy nagyszerű, időszerű, aktuális levélnek a magyarra fordított szövege olvasható, vagy találhatót meg a Clinton elnökének levele az ENSZ főtitkárának, Szarka professzor úr társulatuk tagja, aki ezt magyarra ültette. Aztán Héjas István, ugyancsak társulatunk tagja, itt vagy, ugye, Pista? Itt vagy, jó. Akkor ő tényleg a széndioxid a baj, ez a írásnak, a gondolatébresztő írásnak a címe. A villamos szakszervezet, akivel a társulatunk együttműködik, mára ígérte, hogy megjelenik és ide fogják hozni, tehát még van egy órájuk. A Forró Drót című iparági szakszervezeti újságnak a legújabb példányát. Ez az újság rendszeresen beszámol arról, hogy milyen előadás volt itt, és milyen előadások következnek. Ez egy olyan lehetőség, amivel a szakmával, a villamosenergetikai szakmával tudunk kommunikációs kapcsolatot fenntartani. Ebben ez a szám arról is nevezetes, elnézést a nevezetes szó, nem nagyon dicsekedés, inkább csak, hogy aktuális, mert a társulatunknak a múlt év végén az aktuális energiapolitikai helyzettel foglalkozó állásfoglalása. A társulatunk az aktuális kérdésekről állásfoglalásokat tesz közzé, ez a honlapon mindig rajta van. Ezt nyomtatásban is lehet olvasni, azzal a megjegyzésen, hogy a szakszervezeti szövetség legnagyobb részben egyetért a általunk leírtakkal, de hát azt is odaírja, hogy mivel nem ért egyet, és utal rá, hogy hol lehet a véleménykülönbséget osztani. Ezt azért is nagyon fontosnak tartom, mert mi nem várjuk el azt, hogy itt mindenki egyenruhába, empolos egyenruhába üljön, és mindenben egyetértsünk itt. Az a fontos, hogy információt cseréljünk, hassunk egymásra, de szeretet jegyében. Itt mindent lehet mondani, csak csúnyát nem lehet mondani a másikra, és akkor már jól is érezzük magunkat. Hát két embernek is nehéz mindenben egyetérteni, hát még ennyinek, aztán még gondoljuk egy nagyobb közösségekre, hogy az egy milyen nehéz dolog. A bevezető végén szeretném a professzor urat bemutatni, az előadás címét leolvassák. Hát én ezt nem mondom végig, de tartok egy kis hatásszünetet, hogy ezt a jelenlévők elolvassák. A lényeg az, hogy ő is ért ahhoz, amiről fog beszélni. Ez ugyan a mai világunkban egyre inkább tanulni vagyunk annak, hogy a hozzá nem értés magabiztosságával szólalnak meg az emberek.
Hát mi ezt nem szeretjük, és mi olyan, olyan tudós magyar embereket, hozzáértő embereket hívunk ide meg, akik, mint említettem, szívesen el is jönnek, akik értenek, értenek ahhoz, amiről beszélnek. Egyébként a felfogásunk szerint az intelligenciának az a nagyon fontos mértéke, hogy csak arról nyilatkozik valami, amihez ért, amihez nem ért, arról nem illik beszélni, pláne azzal az igénnyel, hogy másokat meggyőzzük. Köszönöm szépen, a bevezetőnek vége, most egy kis átrendezés következik.